Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, középiskolai tanár, történészkutató, az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és én köszönöm szépen a meghívást. Október 27-én a Városháza dísztermében történelmi konferencia zajlott, hogy pontosan idézem a címet, közéleti szerepek és politikai életpályák a két világháború közötti Magyarországon volt a történelmi konferencia címe. Hogyan épült fel, mi volt a tematikája a konferenciának, kik voltak az előadók, és várható-e folytatása a megkezdett munkának? Igen, valóban, ugye 2023. október 27-én, ez egy pénteki nap volt, ráadásul, ahogy visszaemlékszek, ez egy jó esős, igazi rossz, sötét pénteki nap volt egyébként. Valóban egy nagy, egyébként országos léptékű konferenciát rendeztünk Karcagon. Tulajdonképpen már nem az első, és terveim szerint nem is az utolsó, ami a Karcagvárosi Önkormányzat és a Debreceni Egyetem, konkrétan a Debrecen Egyetem Történelmi Intézetének az együttműködésében valósulhatott meg, természetesen egyébként más támogatókkal együtt. Kiemelném a támogatóink között például a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatát, vagy a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának Történettudományi Munkabizottságát, akik egyébként hathatósan működtek közre a konferencia összeállításában, nem is beszélve az önkormányzat munkatársairól, akik egyébként nagyon sok segítséget nyújtottak számunkra. Ahogy utalt rá, a tematikánk az ebben az évben, persze mindig az élet hozza a tematikát, de ebben az évben közéleti szerepekkel, politikai, gazdasági, katonai életpályákkal foglalkozott. Tulajdonképpen 10 előadót hívtunk meg az ország különböző pontjairól. 2 előadónk dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt Képző Kara Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékéről, illetve dr. Őrlős László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5-ös József Kutatóközpont, Amerika Kutatóközpont, 5-ös József Kutatóintézet Amerika Kutatóközpontjából érkezett szakértőként. Volt egy másik, egy harmadik pesti előadónk, Bíró Ákos, aki pedig egy izraelita levéltár képviseletében jelent meg. Több debreceni előadónk is volt, így például a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetéből Püski Levente professzor úr, Barta Róbert intézetigazgató úr, Kerepeszki Róbert intézetigazgató helyettes és kollégáik vállaltak szerepet, de a debreceni Mélius Juhász Péter egyetemi könyvtár, egy kutató levéltárosa is jelen volt, ugye Varga Uzonyi Anita személyében, illetve Tiszafüredről egy kiváló fiatal ember, Újvári László, újságíró, PhD, doktorandusz hallgató is a előadók között volt. Mint utaltam rá, hogy a 10 előadót invitáltunk meg Karcagra, 9-en tudtak a meghívásunknak eleget tenni, sajnos egy esetben Pallai László tanár úr megbetegedett a előadást megelőző napokban, így 9 előadás hangozhatott el, amelyek a két világháború közötti időszak társadalom történetét kívánták közérthetőbbé tenni, érthetőbbé tenni. Jellemzően volt itt szó egyébként a 1923-as év, tehát a 100 évvel ezelőtti Magyarország gazdasági, politikai problémáiról, ugye Püski Levente professzor úr beszélt a Bethlen kormány konszolidációs helyzetéről 100 évvel ezelőtt. Volt itt szó egyébként kormányzói szerepvállalásról, egóirodalom, tehát személyes önéletírás tükrében. Volt szó katonatiszti pályákról, én magam, illetve Kaiser tanár úr is egy-egy katonatiszt pályáját ismertette, de csak az érdekesség kedvéért ugye szó volt arról, hogy például az első világháborút lezáró békerendszer, a Párizs környéki békerendszer Magyarország esetében milyen gazdasági következményekkel járt, és ez hogyan sértette abban a korszakban a nemzetközi jogot. Volt szó az izraelita közösség helyzetéről a két világháború között, ugye a zsidó törvények kontextusában hogyan érinti akár a karcagi, akár az országos izraelita közösséget ugye a 30-as évek politikai változásai, illetve tiszafüredi, debreceni, budapesti közéleti szerepekről. Jelenleg végez-e kutató munkát, és milyen tervei vannak a tudományos pályájának az előlemozdítása kapcsán? Végzek kutató munkát természetesen, sőt én úgy gondolom, hogy végezni is fogok, mert nálam ez több, mint hivatás, nálam ez egyfajta egy ilyen nagyon komoly beágyazódás, hogy kutatnom kell ennek a közösségnek a múltját, és hozzá kell tennem ahhoz, amit már ugye más kutatók előzetesen
bemutattak, úgymond kikutattak. Természetesen maga a konferencia sem véletlenül választotta ezt a tematikát. Ahogy utaltam rá, a konferenciáink tematikáját mindig az élet hozza, az aktuális élethelyzet. Itt most felmerült, hogy ebben az évben olyan egyéni szerepvállalások kerüljenek fókuszpontba, amelyeket később majd egyébként más kutatások alapjaivá lehet tenni a jövőben. Nem véletlen az egyébként, hogy most a konferencia után megkezdtük egy tanulmánykötet összeállítását. Közvetlenül a konferenciát egyébként egy tudományos ülés követte. A tudományos ülésen beszélgettünk az egyes kutatóhelyek, az egyes egyetemek, kutatóintézetek helyzetéről, lehetőségeiről napjainkban, és itt határoztuk el, hogy szülessen egy tanulmánykötet, amelynek talán úgy néz ki, hogy a finanszírozását is elő tudjuk teremteni. Én vállaltam magamra egyébként a szerkesztői feladatoknak a nem túl dicső, annál több munkával járó feladatát, és reményeink szerint jövő tavaszra összeállhat egy tanulmánykötet, amelyet én mindenképpen úgy fogok intézni, hogy Karcagon mutassuk be, vagy ha nem csak Karcagon mutatjuk be, akkor Karcagon mindenképp legyen egy bemutatója, és akkor a kedves érdeklődők akár tanulmánykötet formájában ezen elhangzott előadásokat majd vissza tudják követni. Nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban ma a jövő évben vannak terveink, tehát ugye mindig összefügg egy-egy konferencia tematikájának meghatározása a jövőbeni kutatásokkal, kutatási célokkal. Erről most még bővebben nem kívánok szólni, hiszen nyilván ez több mindennek a függvénye, de én magam is foglalkozok történetkutatással. Jelenleg ugye úgy állok, hogy azért 2016 májusában, az nem most volt, akkor még csak 29 éves voltam, akkor szereztem doktori tudományos fokozatot, PhD fokozatot, és azután jelent meg az első nagyobb terjedelmű monográfiám, egy közel 300 oldalas kötet a Karcag két világháború érintő helyzetéről, majd pedig 2021-ben jelent meg egy újabb kötetem, a Fabrici Kovács Mihály katonai karrierjét feldolgozó kétnyelvű kötet, de most már az elmúlt egy-másfél évben megint összegyűjtöttem egy könyvanyagát. Az más kérdés, hogy az anyag összegyűjtése is másfél évig tartott, hogy ezt én mikor fogom megírni, arról fogalmam sincsen, mert ez egy több hónapos, nagyon intenzív munka lenne, amikor tényleg arra kellene koncentrálnom kizárólag, nem tudom, mikor lesz ennyi idő, de mindenképpen szeretnék újabb kötetet kiadni, természetesen emellett egyébként folyamatosan publikálok, tehát jelennek meg szakcikkeim, bár ezeknek a regisztrációját is el kéne végeznem, de már olyan 40 szakcikken van körülbelül egyébként, akár Karcag, akár a Nagykunság, akár más kontextus vetve, de azért próbálom a tudományos pályámat göngyölíteni, illetve nyilván konferencia előadásokon mindig is igyekszem rendelkezésre állni, vidéki konferenciákon is, de azért próbálok minél több tudományos eredmény Karcagon is bemutatni, és remélem, hogy a jövőben is lehetőségem lesz erre. Nehéz egyébként, tehát a tanári pálya, a képviselői megbízatás mellett, hát egyetlen dologból tudok lecsípni a magán életemre szánt, tehát a szabadidőből, de hát ugye egyenlőre még bírom, majd meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy fog változni. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.